Jó. Jó. Érje csak, gecú. Barikkót, ez a barikkót. Barikkót, fiam. Az alapkinezés óta ismét eltelt 2 hét, a következő munkafolyamat, amit el fogok majd végezni, az az lesz, hogy a tartályban kierjedt rajnai Riesling boromból 100 litert át fogok szívni a töltyfahordómba. Ez a töltyfahordó egy másod töltésű hordó, tavaly dolgoztam vele először, a bornak az íze nagyon markáns és nagyon pikáns lett. Idén azt várom tőle, hogy ezek az amatanyagok egy kicsit tompuljanak, és sokkal élvezhetőbb legyen majd a bor. Ám mielőtt ezt megtenném, rá fogok mérni a borom szabad kénesav tartalmára. Fontos, hogy ti is tegyétek meg ezt az alapkénezés után 1 vagy 2 héttel, mivel ilyenkor nagyon sokat vesz fel a bor, és könnyen lehet, hogy ezt pótolni kell. Nem szabad hagynunk, hogy a szabad kénesav egy bizonyos szint alá menjen. Ez pedig 5 mg per liter. Persze vannak olyan borkészítési technológiák, ahol nagyon alacsonyan tartják a bor szabad kénesav szintjét, én egy másfajta technológiára vagyok berendezkedve, ezért ezt igyekszem szinten tartani. Nálam ez jelen pillanatban 25 mg per liter. Tehát miután rámérek, hozzá fogok egy kicsit adni, hogy úgy kerüljön majd a hordóba, hogy ahhoz egy ideig ne kelljen hozzányúlnom. Az eszközök, amikkel dolgozni fogok, egy keverőlapát és egy sima gumicső. A keverőlapátra ráerősítettem gyorskötözők segítségével a gumicsövet, ezt bele fogom dugni a borba, és nemes egyszerűséggel, csak megszívom a csövet, és bele fogom tenni a hordóba. Szépen megvárom, még átcsörög a 100 liter, és gyakorlatilag hermetikusan megpróbálom lezárni. Mármint idézőjelben hermetikusan, mert ugye a hordó pórusain keresztül folyamatosan lélegzik a bor. A hordós tétel szabad kénesav tartalmát is folyamatosan ellenőrizni fogom, és hogyha szükséges, pótolom majd ezt. Ahogy rámértem a borra a Bakonyi féle bortesztel, azonnal kirajzolódott, hogy leesett a szabad kénesav szintje. Ezt most uniként törzsoldattal pótolni fogom, és aztán kezdem meg átszívni a hordóba. Pótoltam a hiányzó mennyiséget, újra rámértem, meggyőződtem, hogy megfelelő, és most mehet az átszívás. A cső egyik végét, amire ráerősítettem ugye a keverőlapátot gyorskötözők segítségével, ezt be fogom most dugni a borba. Így szépen. Van egy ilyen kis gyorszorítóm, ezt ide fogom szorítani. Így, biztonságosan, hogy ez nem ásszon el. Áthúzom, és nincsen más dolga, mint szépen megszívni a csövet. El fog indulni a bor, azonnal beleteszem a lyukba, és gyakorlatilag megvárom, még a 100 liter át fog csorogni. El is indult. Ó, gyönyörű a helyzet. Az idei évjáratunk, ami hordóban fog készülni tovább. Itt láthatjátok közelről a technológiát. Ugye sima gumicső segítségével szépen átszívjuk a hordóba az idei évi rajnai rizlingünket. Amíg szépen csordogál a bor, addig elmondanám nektek, hogy a töltve hordót azt minden évben ugye kiszoktam üríteni. Először is átszivattyúzom tavasszal egy tartályba. Itt történik meg a derítés, illetve a szűrés, és innen folyik a palackozás is. Miután kiszívtam belőle a bort, kiszoktam mosni a hordót hideg vízzel, majd feltöltöm teljesen, egy picit áztatom, kiöntöm belőle, és ismét egy hideg vizes öblítés következik majd. Ezután csorgóra szoktam tenni egy raklapon, kiszokott teljesen száradni, és elégetek benne egy kénlapot. Ilyenkor teljesen steril lesz már belülről a hordó. Arra vigyázzatok, hogy teljesen szárítsátok ki belül, mert hogyha vizesen égetitek el benne a kénlapot, akkor olyan anyagok keletkezhetnek, amik károsak lesznek majd a hordóra. Ég a művész! Ég a művész! Borotot! Hozzatok borotot! Ezután leszokott kerülni ide a pincébe, és havonta elégetek benne egy kénlapot. Azt szokták mondani, hogy hektoliterenként egyet kell elégetni, nálam ez pont 100 literes, tehát meg is vagyok. A hordó elejére mindig felszoktam írni az aktuális dátumot, amikor elégettem benne a kénlapot, hogy tudjam, hogy a következő hónapban mikor kell megtennem ismét ezt. Ahogy említettem, idén másod töltésű a hordóm, pár nappal ezelőtt az előkészítésénél egy picit beszartam. Megpróbálnám nektek összefoglalni, hogy mik azok a jelenségek, amitől nem szabad majd megijedni a hordó előkészítése során. Tehát ha üresen állnak a pár éves hordók egy ideig, akkor a hordó dongái akarva akaratlanul a száradás miatt összezsugorodnak.
Ilyenkor előfordulhat az, hogy a pántok egy kicsit elkezdenek lötyögni. Ettől ne ijedjetek meg, ugyanis hogyha újra megszivatjátok egy picit vízzel, akkor ezek a dongák be fognak dagadni, és gyakorlatilag újra rá fognak feszülni a pántok. A hordó előkészítését én úgy kezdtem, hogy hideg vízzel átöblítettem. Ilyenkor láttam azokat a pontokat, ahol ereszt a hordó. Egy nagyon picit megijedtem, hogy valószínűleg valami hiba keletkezett a gépezetbe. A kezdeti para után ezt sikerült áthidalnom, mégpedig úgy, hogy öblítés után megnéztem azokat a pontokat, ahol ereszt a hordó. Ezután vízmelegítőben vizet melegítettem, ezt csinálhatjátok gázon, vagy pedig ilyen kis vízforralóba. Én az utóbbit választottam, összesen 10 liter vizet forraltam, és fölöntöttem egy nagyon picit hideg vízzel, hogy ne 100 fokos vizet töltsek a hordóba, hanem egy olyan 80-90 fokosat. Miután beletöltöttem, ledugaszoltam, és elkezdtem forgatni. Ilyenkor gőz képződik a hordóba, ami arra készteti a pórusokat, hogy bedagadjanak. Ezt hagyjuk egy kicsit, egyik oldalra fordítjuk, másik oldalra fordítjuk, hagyjuk 10-10 percet állni körülbelül, és aztán utána szépen kivesszük a dugókat. Ilyenkor vigyázni kell, mert forró gőz fog kicsapni a hordóból, nehogy arcon találjon minket. Miután ezt megtettem, újra feltöltöttem a hordót félig, és gyakorlatilag az egyik oldalára fektetve tartottam egy napig. Ilyenkor azok a dongák, ahol elkezdett szivárogni a víz, szépen lassan bedagadtak. Majd megfordítottam, és egy éjszakát a másik oldalán pihentettem. Ilyenkor a másik oldalán lévő dongák is bedagadnak. Ezt a vizet harmadnapra kiöntöttem, szépen átmostam újra hideg vízzel, és hagytam két napon keresztül kicsöpögni a csurgon. Erre az áztatásra és mosásra egyrészt azért van szükség, hogy tiszta legyen a hordó, másrészt viszont azért, hogy a hordó dongái a víztől dagadjanak benne, pedig a bortól. Ha egy ilyen hordóba elsőnek bort töltünk, az jelentős pazarlást eredményez, ugyanis a hordó dongái a bortól fognak megszívódni. Tehát miután kiszárítottam, visszahoztam a pinyóba, meggyőződök róla, hogy sehol nem folyik a hordó, és szépen átszivatom bele a 100 liter bort. Az alsó és a felső dugóhoz fogok tenni a kukoricacsuhét, rátekerem a dugóra, és ezzel fogom bezárni a nyílást majd. Ebben a hordóban én 5 hónapig fogom érlelni ezt a tételt. Tavasszal megnézzük, milyen eredményt produkál. Így. Mindjárt megtelik. Teljesen a lyuk tetejéig kell töltenünk, hogy a dugó beleérjen majd a borba. Ilyenkor tudjuk rendesen lezárni az egész hordót. A hordós érlelésnél még arra kell figyelni, hogy időnként, nagyjából havonta, két havonta érdemes bekukucskálni a nyíláson, ilyenkor látjuk, hogy a bor szintje egy picit csökkent. A hordó akarva akaratlanul magába szív egy kis bort. Ilyenkor az a dolgunk, hogy a tartályból, vagy hogyha kis üvegben dolgoztak, akkor az üvegből, pótolnunk kell a hordóba a bort. Ugyanis mindig tele kell, hogy legyen a hordó borral. Ha egy kis levegőt hagynánk, vagy darabon hagynánk, ez azt jelenti, hogy fogyott már gyakorlatilag a hordóból bor, akkor nagyon könnyen oxidálódhatna. Ilyenkor az a teendő, hogy utántöltsük, vagy pedig átszívjuk egy kisebb hordóba. A feltöltés után még meg szoktam vizsgálni a dongákat, hogy esetleg van-e olyan dilettáció, ahol enged. Itt egy kicsit még így átázik, de szépen be fog majd dagadni. Máshol nem tapasztaltam. Ez ugye csak amiatt van, mert hogy a lukon egy picit túlszaladt. Ezt egy kicsit visszaszívtam, de látjátok, hogy nagyjából pont színültig van. Ez ugye azért fontos, mert be fogjuk dugaszolni, és a dugónak bele kell, hogy érjen a borba. És rá is teszem szépen. Így hozok egy kalapácsot, be fogom ütni, és nagyjából így fog pihenni 5 hónapon keresztül. Havonta fogom ellenőrizni a kénes sav szintjét, illetve azt is, hogy csökkente a bor szintje. Hogyha igen, akkor újra fogom majd tölteni. Jó pihenést! Ha ezzel megvagyok, akkor nincs más dolgom, mint szétkapni a rendszert, szépen elmosogatni, és hazamenni, pihenni egy kicsit. Jó! Érjél csak, gecú! Barikkót, ez a barikkót.